Szép estét mindenkinek! Vásároltam 5 liter bazalt zuzalékot pajzatnak. Szépen átmostam 5-6 lével, jól átmostam, és belehelyeztem mindkét akváriumba. Láthatjátok. Azon kívül, ami még újdonság feltűnhet, élő növény, az úgynevezett kanadai átok hínár. Eléggé igénytelen növény, majd meglátjuk. Láthatjátok ebbe az akváriumban is a növényt, a hínárt. Kicsit közeledtünk megint a természetesség fele inkább. Azt vettem észre, oké, ugye megvan az előnye és hátrája is az aljzatnak. Könnyen bekerülhetnek oda ételmaradékok, amik elindul egy ilyen bakteriális fertőzés. Hogyha a halak nem tudják összeszedni, ugye az egész eledelt bekerül oda, nem férnek hozzá, bomlásnak indul. De tény és való, hogy aljzattal sokkal szebb, természetesebb az akvárium, élő növénye, stb. Hát igen, a biztos volt is mindig nekem régebben, de... Na mindegy. Amint látjátok, tehát egy kis változás, megint mindkét akváriumban megcsináltak. 5 liter bazalt tüzelékről van szó. Hát maradt talán egy fél liter. Szórtam bele rendesen, amint látjátok, és hátul elültettem a hínárt. Mellette az a leveles, nagyobb leveleket mutató növény, az műnövény. Itt csak a hínár van, ugyanaz az aljzat, a négy kis szumátrai el vannak. Mindjárt kapnak vacsorát, aztán jön nekik is a pihi 11 óra magasságában. Na, hát nagyjából ennyit akartam mutatni. Kis átalakítás megint az akváriumban. Láthatjátok mindkét akváriumot, a guppik. Szép estét mindenkinek! Sziasztok!